Élő stúdiókoncert a Dankó Rádióban. Nézze műsorunkat most élőben, hivatalos Facebook oldalunkon. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Itt egy újabb csütörtök, amikor élő stúdiókoncerttel jelentkezünk a Dankó Rádió stúdiójából. Szeretettel köszöntöm vendégeinket, Pándi Piroska énekművészt és Jenei Gábort, akit már a Dankó Rádió hallgatói igazán jól ismerhetnek, hiszen nagyon sokoldalú fiatalember. Szervusztok! Sziasztok! Szép napot kívánunk mindenkinek, üdvözlünk a hallgatókat. Szeretettel, így van. Nagyon-nagyon örülünk, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, nem különben, hogy itt van velünk Balázs, Tamás, Prémás és zenekara, kiknek köszönjük ezt a nagyszerű nyitányt. Milyen dalokkal érkeztetek ide hozzánk, hogyan választottátok ki, hogy miket énekeltek el itt a mai műsorban? Esetleg segített neked valaki, kedves Gábor? Hát segítettem magamon, és igen, akkor a Jóisten is megsegített. Én egy kicsit a március 15-e témaköréhez szeretnék csatlakozni, vagy kapcsolódni, és hát nagy kedvenceimet hoztam el a második körre. Piroska? Hát nálam az a helyzet, hogy család kedvenc dalaiból igyekeztem válogatni, és hát a saját kedvenceimből is. Én pontosan tudom, mik lesznek ezek a dalok, szóval mindenképpen érdemes lesz velünk tartani, minket hallgatni és egyben nézni a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán, ugyanis élőben közvetítjük képben is, hogy mi történik itt ma délután. Azért azt elárulom a kedves hallgatóknak, hogy mester és tanítványom ül itt mellettem a jobbomon és a balomon, de erről azért egy kicsit később. Most viszont szeretném, hogyha az első dal, az első nótacsokor elhangzana itt az adásban, úgyhogy Gábor, kérlek, fáradj oda a mikrofonhoz, és hallgassuk meg együtt az Arad felől fúj a szél című gyönyörű nótát, Huszka Jenő és Szilágyi László szerzeményét, aztán a Százados úr, Sejhaj, a Már én többet a főutcán végig menni nem merek, és a Vékony héja című klasszikus, ismert, népszerű dalokat halljuk itt és most a Magyar Zene Rádiójában. Jó szórakozást kívánok! Arad felől fúj a szél, kergeti a felhőt, szegény magyar bujdosó járja nagy erdőt. Hull a fáról a levél, könnyeim is hullnak,
tőle a két karja, sokot is állni hajra, mert a jobb válláról a bal vállára öntörödik a haja. Vékony héja van a piros almának, szép szeretője van a barna leánynak. Szép szeretője, de vékony korcsót teret, a derek a jobb válláról a bal válláról a jobb vállára, sejhaj, göndörödik a haja, de a haja. Szép szeretője, de vékony korcsút derek, a jobb válláról a bal válláról a jobb vállára, sejhaj, göndörödik a haja, de a haja. Húzzá, hopp! Szép szeretője, de vékony karcsú derek a jobb válláról a bal válláról a jobb válláról, sejhaj, göndörödik a haja, de a haja. Itt a Dankó Rádióban továbbra is élő stúdiókoncertünket hallják, és az imént Jenei Gábor énekelt. Igazán jól megalapoztad a hangulatot, azt hiszem, jól vagy? Hogy érzed magad itt nálunk? Jól vagyok, igen, jól vagyok. Kicsit izgultam. Igen, mert el kell árulnom a hallgatóknak, hogy nekem, és ez most egy énekes szájában elég furán fog hangzani, hangnemben maradni az embert próbáló dolog. Én ehhez nagyon kevés tehetséggel rendelkezem, de hál' Istennek sikerült, mert azért én drága primás barátom az segített abban, hogy én hangnemben maradjak, és a nézők ne szenvedjenek semmilyen hát fülsértő problémától, amit én tudok néha produkálni, de hál' Istennek sikerült. Jól érzem magam, most már nem izgulok annyira, na, mint az elején izgultam. Szuper. Még egy csokor hátra van, amit majd el kell, hogy énekelj, úgyhogy addig pihenj egy kicsit, és most hallgassuk meg Pándi Piroskát, de még mielőtt dalra fakadna, a Liszt Ferenc díjas énekművész, aki opera és operett szerepek mellett a Magyar Nóta szerelmese is. Gyorsan elmeséltétek nekem már itt a műsor előtt, hogy hogyan is ismerkedtetek meg. Ugyanis mester és tanítványa ül itt mellettem. Ezt egy kicsit, hogyha elmesélnétek és beavatnánk a hallgatókat, hogy hogyan vette a bátorságot Jenei Gábor annak idején, hogy odaálljon Pándi Piroska elé. Hát 9,5 évvel ezelőtt először is nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatóságot és a nézőket, mindenkit. 9,5 éve ennek, hogy Madách Színház híres operaház fantomja előadás, még hál' Istennek Carlotta Giudicelli primadonna főszerepét énekelhetem, és az egyik ilyen előadás után azt mondja az öltöztetőm, drága Pirikém, itt van kint egy nagyon kedves, egy csodahelyes, sudár magas fiú, és téged vár. Mondtam, biztos vagy te ebben? Azt mondta, hogy igen, és hát így ismerkedtünk meg, és akkor a Gábor annyit mondott, hogy most már ő egymás után 5-6 megnézte velem az előadásokat, és hát, hogy az, ahogy én énekelek, és az a technika, és az a kisugárzás, és mindaz, hogy lehetne esetleg tőlem tanulni. Hát így kezdődött el a mi kis kapcsolatunk. És te onnan kezdve tanítasz? Igen. Tehát előtte nem is volt senki? Tanácsokat adtam. Németországban, Passói Színházban egy stúdiumnak szintén a tagja lehettem, de itthon tulajdonképpen nekem a Gábor az első növendékem, ővele indult a tanítás, és hát minden szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy ő a legnagyobb büszkeségem. Hát ezért is van itt nálunk Gábor, veled is, és hát természetesen sok más rendezvényünkön is már többször énekelt Gábor, is nagyon szereti a hallgatóság, a közönség. Na de most hallgassuk meg akkor Pándi Piroskát, aki elhozta nekünk a Nincsen Rózsa Tövis Nélkül című hallgatót is, Solti Károly és Agyagfalvi Hegyi István nótáját. Miközben sorolom a dalokat, kérlek szépen, hogy fáradj oda a mikrofonhoz. És a szép hallgatót egy igazán ismert andalgó követi, az Érika Hajlika Búzakalász, majd a Kiskendőm Négy Sarka és a Hat nap óta szól a nóta című dalokat halljuk itt a Magyar Zene Rádiójában, élőben a Dankó Rádió stúdiójából.
hajlik a búzakalász. Nálamnál hűbb szeretőt nem találsz. Szájjélő, szájjódó elhívottam a szirci vargát, ő se jobban rája.
Hat nap óta szólanóta énekelte Pándi Piroska itt a Dankó Rádió stúdiójában. Egyébként én már ezt a csárdást is átírtam egy kicsit még hozzá, úgyhogy 9 éve szólanóta itt a Dankó Rádióban. Szuper! Hát kérem szépen. Hát figyelj, legközelebbre megtanuljuk. De hát ha szóltál volna, akkor... Na minden esetre majd, ha 10 évesek leszünk, akkor fog a legjobban hangzani, hiszen most decemberben ünnepeljük majd a 10. születésnapunkat, és még mielőtt játszana nekünk a zenekar, azért azt elárulom a hallgatóknak, hogy nagyon sokan írnak a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalára. Képzeljétek el, Sepsiszentgyörgyön, Brasson, Brassóban, Dunaszerdahelyen és Hajdunánáson is hallgatnak minket, na meg persze szerte a világban. És Újvári Marika üzent nekünk itt az élő videó alatt, mindenkit puszil. Sok szeretettel, ugye Újvári Marikát is vendégül láttuk már itt ebben a műsorban. Hát köszönöm Pándi Piroskának ezt a csodaszép nótacsokrot, tényleg a hallgató is gyönyörű volt, és hát én azt hiszem, hogy újra nagy egyszerűen mulattunk itt a Magyar Zene Rádiójában. Most viszont akkor a zenekar játszik, Balázs Tamás prímás és kiváló bandája. Hallgassunk meg egy nagyszerűen felépített nótacsokrot újra itt a Dankó Rádióban.
Bravo, bravo, Balázs, Tamás, Prímás és a zenekar a muzsikált itt a Dankó Rádió stúdiójában. Nagyon szépen kérlek, hogy Pándi Piroska művésznővel csak egy rövid időre, mert hát sajnos a műsorunk véges, és 2 órakor el kell köszönjünk egymástól, de még addig azért még sok szép melódia felcsendül itt nálunk, szóval üdvözöljük sok szeretettel Balázs, Tamás, Prímást itt nálunk, most vagy itt először, szervusz, hogy érzed magad? Először is, elsősorban minden tisztelt hallgatót és nézőt nagyon sok szeretettel köszöntünk. És hát igen, első körben kedves Beannaket szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt lehetek, és nagyon jól érzem magam, ez egy fantasztikus élmény számomra. Nagyon örülök neki, és én azt hiszem, hogy bár először, de nem utoljára láthatunk és hallhatunk téged. Kérlek, mutasd be a zenekart, kiket hoztál ma magaddal? Rendben, hát akkor kezdeném a Nagybőgővel.
Csík Sándor, Nagybőgőnél, Brácsa, Suki János, cimbalom Jónás Géza, klarinét pedig Váradi Gyula. És hát azért van, aki már nem először van itt nálunk, például Váradi Gyulát is láthattuk, hallhattuk, Jónás Géza, nem tudom, hanyatszóra, csak így gyorsan kiabáld be, kérlek, hanyatszor vagy itt nálunk? 5 és 10 között. Na, és akkor reméljük, hogy még sokszor találkozunk. Kérlek szépen, Tamás, hogy akkor fáradj vissza a zenekarhoz, és akkor most ismét Jenei Gábor énekel. És egy gyönyörű szép hallgatóval megyünk tovább, melynek címe azt mondják, hogy tavasz nyílik. Aztán a Jaj, de szép kék szeme van magának című andalgó csendül fel, sőt, az egyik legnagyobb andalgó sláger. És végezetül az Icipici kis galambom című csárdást halljuk tehát Jenei Gábor előadásában Balázs Tamás és zenekarának kíséretében. Hogy tavasz nyílik odakint a réten. Azt mondják, hogy nem szeretsz már, elfeledtél régen. Azt mondják, hogy sárba dobtad már a rózsaszál. Amit akkor alkonyodkor ott felettem nálad. Azt mondják, hogy mással mentél vasárnap a bálba. Azt mondják, hogy esküvő lesz otthon nem soká. Hozlak, ne félj tőle, rád csak áldást kérem. De az a férfi imádkozzék, hogy vissza sose átkozlak, ne félj tőlem, rád csak áldást kérem. De az a férfi imádkozzék, hogy vissza sose szép kék szeme van magának, nincs ilyen a világon senki másnak. A szívem úgy dobog, mikor látom, én meghalok egy csókiáért. A világ.
világon senki másnak. Rózsákat ringat a szél a kertben, érzem, hogy mindörökre rabja lettem. Hangjában tündérek muzsikálnak, mondja meg, elfogad-e pici kis galambom, édes várom, gyere ide az ölembe, jöjj ide már! Vacsókodat édes kincsem várva várom, add ide az icipici szád! Járjunk egy víg ropogóst, adj egy csókot szuppanóst! Húzd rá, vandan, ne sajnáld a vonót, így még sosem volt! Mert icipici kis galambom, édes párom, gyere ide az ölembe, jöjj ide már! A csókodat édes kincsem várva várom, add ide az icipici szád! Hát járjunk egy víg ropogóst, adj egy csókot szuppanóst! Húzd rá, vandan, ne sajnáld a vonót, így még sosem volt! Icipici kis galambom, édes párom, gyere ide az ölembe, jöjj ide már! A csókodat édes kincsen várva várom, add ide az icipici szád! Járjunk egy víg ropogóst, adj egy csókot szuppanóst! Húzd rá, vannak, ne sajnáld a vonót, így még sosem volt! Mert icipici kis galambom, édes párom, gyere ide az ölembe, jöjj ide már! A csókodat édes kincsen várva várom, add ide az icipici szád! Jenei Gábort hallottuk itt a Dankó Rádió stúdiójában, és közben Pándi Piroskát figyeltem, aki annyira büszkén nézte végig Jenei Gábor produkcióját. Mesélj erről egy kicsit a hallgatóknak, mik jártak a fejedben, ilyenkor mi jut eszedbe, amikor látod a büszkeségemet? A büszkeségemet? Hát először is tényleg azt tudom mondani, hogy amit igazából át tudtam neki adni a 9,5 év alatt, itt oda is súgtam neked nagyon finoman, hogy mindent tud, és nem vagyok elfogult vele. Én nagyon remélem, hogy hajasan megérem azt, amikor nagyon komoly helyen fog énekelni, mert minden tehetsége, minden adottsága, minden alázata és szorgalma megvan ahhoz, hogy eljusson oda, ahova nekem nem sikerült. Neki mindene megvan hozzá. Én mindenben támogatni fogom, és továbbra is nagyon szigorú és nagyon következetes tanár vagyok. Jó barát is egyben, de az őszinteség és a kritika, tehát mi Véd és Dac szövetséget kötöttünk 9,5 évvel ezelőtt, és én nagyon-nagyon büszke vagyok, ahová ő idáig eljutott, és remélem, ha meghallgatják fönt is az univerzumban, hogy szeretném megélni azt, hogy ott üljek az első, három széken nyugalomba. A karmester igen, mögött. Igen, igen. Úgyhogy én ezt nagyon remélem, hogy ez hamarosan bekövetkezik. Úgyhogy boldog vagyok és büszke. Gábor többször szeretett volna valamit mondani.
Miközben Pándi Piroskát hallottuk, vagy nem? Igen, arra kicsit visszatérve, hogy mondta, hogy ő nagyon következetesen és szigorúan mindig azt szoktam mondani, hogy drága szívem, az én fülem mindig ki van mosva reggel, és mint, hogy szoktad mondani, mint sasasszony ülök itt előtted. Én az énekorán mindig mondom neki, hogy én már egy idősödő, öreg karvajasszony, vagy sasasszony, gyönyörűen kimosott fülókkal itt ülök, tehát megtéveszteni már engem nem lehet. Igen. És hát így élünk mi. És ez a jó kedv, és ez a derű jellemez benneteket, én le se tagadhatnátok, hogy van közöttök egymáshoz. Hát igen. Na, várjál. Na, ezt most akkor tisztázz. Én azt mondom, hogy haladjunk tovább, és nótázzunk, így mit van. Szólsz, Piroska. Amikor majd nem leszek már, ez a következő nóta címe, Szócsek István és Eszécsény Mária szerzeménye. Majd aztán ellátogatunk a vásárhelyi híres promenádra. Én már ott végig sétáltam, nem is egyszer, ugye Hódmezővásárhelyről beszélünk. Majd aztán a Nem zörög a haraszt és a Hajnalom csillagom című népszerű csárdások is felcsendülnek, már is itt a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában. Amikor majd nem leszek már, akkor tudd meg, hogy ki voltam néked. Amikor majd a szívedet száztad is eltémed az élet. Nem véd senki gonoszul, majd, hogy a vétked vitt engem a sírban. Gyerünk jobb temetőbe, boruljam le a vékomra I'm
Kérlek szépen, Gábor, hogy gyorsan szaladj oda Piroska mellé, köszönjük szépen ezt a szép nótacsokrot, már is csapjunk bele stílusosan a Vége már című csárdásba. Vége már, elmúlt már a nyár, a mi szerelmünknek is befellegzett már. Ide, rózsám, a te szíved legyen régi hosszám. Ne, csalogasson, árva szíved, nehogy meghasadjon. Ide, rózsám, a te szíved legyen régi hosszám. Ne, csalogasson, árva szíved, nehogy meghasadjon. Vége már, elmúlt már a nyár. A te fénylő szép szemed, más
Tesla ragyog már. Hát ide, 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 ide szentem, ne hidegess csak, te szeress engem. Édes, én csak te leszel a párom, boldogságom nálad megtalálom. Ide, 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 ide szentem, ne hidegess csak, te szeress engem. Édes, én csak te leszel a párom, a boldogságom nálad megtalálom. Hideges, csak te szeress engem, édes, mint sem te leszel a párom, de boldogságom nálad megtalálom. Kedves hallgatóink, én köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, ezennel véget ért stúdiókoncertünk. Vendégem volt Pándi Piroska, Jenei Gábor, és élőben itt muzsikált nálunk Balázs Tamás prímás és kiváló zenekara. Gorzsás Gábor hangmérnök nevében is köszönöm még egyszer megtisztelő figyelmüket, és ne feledjék, vasárnap 13 órakor megismételjük az adást. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, jó étvágyat kívánok ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék, és a folytatásban már jön Gál Zoltán, a Kívánság műsorral itt lesz önökkel egészen délután 5-ig. Ehhez további kellemes délutánt kívánok, viszont hallásra holnap. Műsorajánló. A Dalkor Rádióban együtt fiatalodunk. 2022-ben is a jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot újházigazdája, Hajdú Tibor.